Most üres a strand Tiszavasváriban, de körülbelül ezen a füves területen épül majd meg az új szálloda, amely szolgáltatásaival a térség egészség turizmusának meghatározó szereplője lehet. Hamarosan elindul egy 2,5 milliárd forint értékű turisztikai fejlesztés a városban, erre most kapták meg az előkészítéshez szükséges forrásokat. 2,5 milliárd forintból, ez a magyar kormány támogatása, új épületkomplexum épül a fürdő területén, új medencék kerülnek kialakításra, például úszómedence, tammedence, terválvizes medence, gyermekmedence, és mellette, hogy több vendégészakát tudjanak itt eltölteni a térségbe, jelentkezők, akik eljönnek a kiváló terválvíz miatt és a gyógyszolgáltatások miatt, szálloda is épül Tiszavasváriban, egy 50 szobás szálloda, 200 fős étteremmel, 200 fős konferenciateremmel és rekreációs helységekkel, szaunavilággal, masszázzal, egyéb pihenni vágyóknak egyéb lehetőségekkel. Hozzátette, a választókerület 9 településén vannak kiemelt turisztikai fejlesztések, többek között elindult a nyaralóhajózás, fejlesztik a tiszamenti strandokat, és hosszú távon a folyómenti kerékpárút hálózat bővítését is szeretnék elérni. A polgármester szavai szerint Tiszavasváriban ez a beruházás történelmi jelentőségű. A szálloda közvetlenül a strandfürdő mellett épülne meg. Az idei évben, az ezt megelőző években ez a terület, ez parkolóként szolgált a strandfürdő mellett, de évekkel ezelőtt már fejlesztési céllal, fejlesztési gondolatokkal néztünk erre az ingatlan részre. Megtörténik majd most egy telekalakítás, közel 10 000 négyzetméter kerül leválasztásra. Ez azt gondolom, hogy a strandfürdő működését nem fogja zavarni, tehát jöhet mindenki bátran, amennyiben a Covid majd engedi hozzánk kikapcsolódni és pihenni. Tehát a 10 000 négyzetméter leválasztásra kerül, a parkolási lehetőséggel sem lesznek gondok, hiszen egy nyertes pályázatunkból kifolyólag, ami a Zöld Város kialakítása Tiszavasváriban című projekt, egy 86 férőhelyes parkoló fog megépülni hamarosan a strandfürdő közelében. A sajtótájékoztatón a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese kiemelte, a tavalyi évben a GDP 13,5%-át adta az ágazat, a több mint 400 000 embernek munkát adó szektor a belföldi turizmus tekintetében az idei év nehézségei ellenére is kiválóan teljesített. Végig kellett néznünk, hogy 60 nap alatt idén márciusban összeomlott egy ágazat, és április elején már zárva volt valamennyi attrakció, a fürdők, a szállodák, a vendéglátóhelyek. Nagyon sok szkeptikus hangot hallottunk május elején, hogy ez az ágazat belföldön nem fog tudni elindulni, és közös erővel rácáfoltunk arra, összefogva az ágazati szereplőkkel, hogy a pünkösdi hétvégét követően szinte feltámadt a hazai turizmus. Június, július, augusztus hónapban egyetlen számot engedjenek meg a nézők, 11,6 közel 12 millió belföldi vendégészaka generálódott az országban. Ez egy fantasztikus eredmény annak tükrében, hogy egyébként a világjárvány közepén vagyunk, de ha kicsit tovább tekintünk, ezek a belföldi vendégészaka számok meghaladják a tavalyi eredményeket, és azért 2019-ről egy dolgot kell tudni, belföldi turizmusban is a rekordévek rekordéve volt. A vezérigazgató helyettes hozzátette, a kormányzati intézkedések jelentősen hozzájárultak az ágazat idei eredményeihez. Kiemelte, a közel 2 millió szép kártya felhasználó az első 9 hónapban átlépte a 180 milliárd forintos költést, amely továbbra is a turizmus motorja lehet.